Nem, nem, köszönöm, már a múltkor sem kértem. De én nem azt kérem, hogy vegye meg, hanem hogy adja el. Adjam el. Hogy legyen ön is Virginia szán ügynök. Hogy is, ne. Szó sem lehet róla. Én van ötlete, hogy hogyan tudná visszafizetni nekem az utalványok árát? Konkrétan nincs. Nemet tud mondani? A dán királyi krémre? Tudom, hogy nem piramis játék. De az. De nem az. Tudja maga egyáltalán, hogy mi az, hogy piramis játék? Hát, hogy maga beszervez maga alá X embert, köztük engem, én beadok pénzt, amit majd azoktól szerzek vissza, akiket én szervezek be. Pontosan. És itt egyáltalán nem erről van szó. Hanem? Eladásról. Salesről. Fogja ezt a kis szatyrot, eladja, jutalékot kap utána. Senkit nem kell beszerveznie, sőt, már így is elegen vagyunk. Fogja a telefont, megnézi a kontaktjait, és utána felhívogatja a régi ismerősöket, ennyi. És mi van benne? A dán királyi krém és királyi prospektusa. Alapcsomag. De semmi multivitamin, semmi hókusz-pókusz. És mennyibe kerül? Ez így 32 000-be. Korrekt, reális ár. Hát igen, de hogyha belelapoznak a prospektusba és megszeretik, akkor nincs megállás. Éjjel-nappal csörögni fog a telefonja, Tóth úr. Csak győzze felvenni. De én még sosem csináltam ilyet. Adja el nekem. De hát a magáé. De játsszuk azt, hogy én vagyok a vevő, adja el nekem. Érdekelni esetleg? Köszönöm, nem. És, tessék? Azt mondta, hogy nem érdekli. És maga erre rögtön visszavonul. Ne vonuljak? Ne. Első szabály, ha kidobják az ajtón, visszamászik az ablakon. Ugye? Legyen pióca, doktor. Jó, pióca leszek. Tessék. Doktor úr, érdekelni esetleg... Köszönöm, nem. Egy fantasztikus termékcsalád, ami örökre megváltoztatja az életét. Mondtam már, hogy csak nem. 32 000 forint, viszont olyan fantasztikus... A jóisten áldja meg, nem érti meg, hogy nem? Ha egyszer azt mondom, hogy nem, akkor nem. Na most miért állt le? Nem tudom. Na jó, akkor most kimegyek azon az ajtón, jó. Aztán újra bejövök, jó? És maga pedig minden rafinériáját latba véve megpróbálja nekem eladni ezt a szart, világos? Szar. Dehogy szar, egyáltalán nem szar, nagyon jó kis termék. Sőt, a világsztárok Hollywoodba ezt veszik meg ugyanennyiért, csak dollárba. Tényleg? Dehogy is. Ezt most álltam ki, csak valami ugyanilyesmit várok el magától is, rendben van? Rendben. Na, akkor kimegyek azon az ajtón, visszajövök, és hogyha visszajöttem és nem tudja nekem eladni, akkor maga vesztett. Világos, világos, igen. Visszajövök, ezt értem, igen. Marika néni, bocsánat, még nem maga jövök. Értem, ezek úgy fel tudnak nyomni engem. Mi újság van, Tóth úr, mi áradban? Új, de rosszul fest, doki. Olyan pecsütt az arca, mint egy kitaposott mackónadrág. Van magának normál krémje? Krémje, kenőcse. Mire gondol? Fogadjunk, hogy ilyen magyar szorokat használ. Hány éves maga, doktor úr? 39. 50-nek látszik. Engem mennyinek, satszó? 65. 65? Pedig 85 vagyok. De ez a dán királyi krém. Ilyen tőle. Ilyen. Na jó, nekem erre nincsen idő. Marika néni! Van magának gyereke, doki? Mi köze hozzá? Szeretné megérni az érettségét úgy, hogy még felismerje? Nem árt már most gondolni a karácsonyra. Ajándékozzon a feleségének egészséget. Marika néni! Ha nem veszi meg ezt a csomagot, feljelentem az egészségbiztosítási pénztárnál, hogy munkaidőben septel. Marika néni! Na ide, figyelj, te senki házi tróger! Vagy megveszed ezt a rohadt krémet, vagy most azonnal letolom a torkodon! Fenyegetsz, te kretén, fenyegetsz? Kreténnek neveztél, te pacalarcú! Mi is a... Akkor csapok el rád, amikor a lelkem is visszámítasz rá! Megveszem! Mi van? Megveszem, csak engedj el! Ez nagyon kedves tőle, tessék, parancsolja. Parancsolj, 32 000-et kérem. Egész jó összetegeződtünk. Jaj, sebasser. Nagyon jó lesz így, csak egy kicsit kevesebb átéléssel kellene. Jó, de az irány az jó. Oké, rendben. Akkor jössz 32 000-re. Rendben. Jó, majd én kereslek. Rendben. És
Semmi trükközés. Akkor várom a hívásodat, jó? Jó, rendben, majd jelentkezem. Marika néni, tessék befáradni.